Egy felmérés szerint Anglia és Dánia után Magyarországon választanák a kerékpáros közlekedést a legtöbben megfelelő infrastruktúra esetén. Jelenleg 4000 km kerékpárút van az országban, viszont sok a különálló szakasz, amelyeket a közlekedésfejlesztési program által támogatott új szakaszokkal szeretnék hálózattá bővíteni. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy az elmúlt ciklusban 2013 között 850 kilométernyi kerékpárútból 2010 után a nagyobbik hányada 580 kilométer épült meg, és szeretnénk most ebben a ciklusban 14-től 20-ig legalább 1500 kilométerrel növelni a kerékpárhálózatnak a hosszát. Egyébként elfogadta az előző időszakban, előző augusztusban a kormány a Magyarországos Kerékpáros Programot és mellé a hálózati tervet is, és törekszünk arra, hogy valóban a kerékpárútjaink hálózatba szerveződjenek, és legyen lehetőség valóban olyan turisztikai jellegű kerékpározásra is, a hivatásforgalmi jelentőségén túl, amely a gazdaságot is segíteni fogja. A cél az, hogy itt is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, akár Porcsalmán, Ökörítő-Fülpös környékén, vagy éppen Kisvárdán is itt Nyírbától, Nyírdogát, Nyírgelse, Nyírmegyes, Nyírsászári térségében, egészen át Szatmár-Németi irányába elkészüljön a kerékpárút, és hálózatba épülve fogadja a kerékpározókat. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a Nyírbogát és Nyírbátor közötti kerékpárút amellett, hogy biztonságosá teszi a közlekedést a 471-es főút mellett, idegenforgalmi szempontból is új távlatokat nyit meg a térségben. Nagy lehetőséget jelent a térségnek, annál is inkább, mert Debrecen és Szatmár-Németi között 130 kilométeren reményeink szerint néhány éven belül elkészül a kerékpárút. Ehhez fog Nyírbátorban csatlakozni a Nyíregyháza Nagykáló Nyírbátori kerékpárút, és ilyen formában Máriapócs, Kálósemén, Nyírbátor, és hát ugye Nagykároly irányába én nagyon remélem, hogy turisztikai lehetőséget is jelent ez majd a térségünknek. Nyíradony polgármestere szerint a kerékpárutak segítségével a közigazgatásilag Hajdú-Bihar megyéhez tartozó város közelebb kerül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez. Ez a közlekedés nagy lehetőség lesz elsősorban. Azt mondom, sajnos nem a munkába járás miatt, hanem sokkal inkább turisztikai kihasználásra ad lehetőséget. Ám bátor, ha belegondolok, hogy Nyírgelsére azért mégiscsak jó néhányan járnak dolgozni Nyíradonyból, akkor mégiscsak haszna lesz ilyen módon is. A Nyírbogát-Nyírbátor szakasz mellett jelenleg Biri térségében épül egy 6 kilométeres szakasz 300 millió forintból, Nagykáló belterületén pedig 4 kilométer út készül 150 millió forintos költségvetéssel.